Tudományos és fantasztikus élményekre vágysz. Akkor csakodd az és nyújt hozzák a Parallaxisba. Üdvözlünk a Parallaxis univerzumban! Figyelem! A műsorban spoilerek bukkanhatnak fel. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Az MD Media bemutatja. Tudományos és fantasztikus élmények Gézával, aki mérnök, Miklósval, aki fizikus, és Ádámmal, aki nem. Ez itt a Parallaxis, az MD Media tudományos és fantasztikus podcastje. A kollektív emlékezet furcsaságai az emberek közös tapasztalatainak és történelmi eseményeknek a torzulását vagy az elferdítését jelentik. Bár a kollektív emlékezetnek fontos szerepe van a kultúrák és a közösségek identitásának formálásában, mégis hajlamos a hibákra és az átírásra. Gyakran előfordul, hogy az emlékezetünk torzítja az eseményeket, és az idő múlásával az eredeti eseményeket átalakítja, a részleteket elfelejti vagy másként értelmezi. Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez itt a Parallax 90. része, a mikrofonnál Horváth Ádám Tamás. Mai évadzáró adásunkban szeretettel köszöntöm Pécsi Gézát, a Jaguar Land Rover este a mérnökét. Szia Géza! Sziasztok! És Vince Miklós, az LKH-LT elméleti fizikai kutatócsoport tudományos főmunkatársát. Szia Miki! Sziasztok! Hú, hát jó régen voltam ebben a műsorban, legutóbb a március 16-án megjelent 81. részben voltam itt, azóta csak Norbival volt közös műsorom a Parallaxis Podcast csapatából, hiányoztam nektek? Ugye, ja, persze, persze. Hogy hogyne, persze, természetesen. Főleg nekem, mert hogy amikor, mert ugye a líderek ugye hallj, hallják a füled, fülükbe, amikor, amikor instruálod őket, amikor live adás van, de én még ott sem. Akkor zaklat. Igen. Ugye ezt már múltkor ezzel lebuktunk, ugye? Vagy nem, hát ugye nem ezt megosztottuk a hallgatókkal ezt az információt. Hogy Te én mindig mondtam. Én, mondtam. Mondod, mondod, hogy mondja az Ádám a fülembe, hogy ez benne is van a vágott verzióban. Szóval ott motoszkáltál az ő fülében, de az enyémben nem. Úgyhogy, ja. Igen, már motoszkáltam a Norbi fülében, már a Géza fülében, csak a te van, nem. De tavaly az élőzésünk során te voltál a leader, ja, igen, még igen. Klaudiával, Gézával, ugye az ember, ja, amikor ember a holdon. Így van. így van, így van, és akkor, akkor azért a te füledbe is duruzsoltam. Hogy... Na. Na, de hát ez jó, jó, hogy most nem, nem csak a fülünkbe duruzolsz, hanem úgy kifelé is duruzsolsz. Itt... Meg hát ez, ez nektek egy megtiszteltetés, hogy bejöttem ebbe a, a műsorba, tehát hogy visszatértem. Minor, így... minor celebrity igen, tette igen. tiszteletét a showban. Mielőtt belekezdenénk, egy közérdekű felhívást tennék közé, ugyanis műsorvezetőket keresünk a Parallaxis és Univerzum új műsorába, ha szereted a paranormális és a misztikus filmeket, tudod mi a különbség egy szellem és egy inhumánus lény között, illetve egy kakas helyet szívesen áldoznád fel inkább a szabadidőd egy részét a horrorfilmek kibeszélésének démoni oltárán. És nem zavar, hogy Ádám a fületbe durozsul. <gül> akkor... Akkor, <laughs> akkor feltétlenül jelentkezz új horrorfilmes kibeszélőnkbe. A részleteket keresd a Facebook oldalunkon, vagy dobj egy rövid bemutatkozást a podcast kukac EMTV pont címre, hogy felvessük veled a kapcsolatot, és akkor azért itt hozzátenném, hogy nehogy megijesszük és elijesszük a, a, kedves jövőbeli műsorvezetőinket, ebben a műsorban én is benne leszek, szóval nem fogok senki fülébe duruzsolni, csak a hallgatókéba. És egyébként még annyit tennék hozzá, hogy Barkóci a vigyázzatok, mert hogyha féltél egy filmtől, akkor hogyha ő jön, akkor még jobban fogsz félni. Lásd jelek. Így van, így van, szóval. így van. Itt a műsor elején pedig azt hiszem álljunk meg egy pillanatra, és azért realizáljuk azt, hogy ezt az évadot még Klaudiával kezdtük tavaly 2022. szeptember 1-én, a 71. résszel. A téma pedig a 2001. Őrödűszer című klasszikus volt, azóta eltelt 20 rész. Emlékeztek rá, hogy emlékeztek erre az adásra? Hát most pesokoltál azzal, hogy eltelt 20 rész, persze én is ki tudom számolni, hogy el kellett, hogy teljen. Persze, hogy emlékszem erre az adásra. Szerintem az egyik kedvenc adásom volt, úgyhogy én azok közé tartozom, aki vissza szokta hallgatni, és ezt például többször is visszahallgattam. Claudia miatt is, meg amúgy is. De jó adás volt. Úgyhogy remélem, ez is jó lesz, és akkor keretes szerkezetben zárjuk az évet egy jó adással. És hát ugye ez volt Géz első adása is, ráadásul a következő résztől kezdve már ugye readerként szerepeltél, és Norbiról se feledkezzünk meg, aki ugye a második felére érkezett meg közénk. Hát igen, ez, ez volt az első adásom így a nagy nevekkel, mert mint hát, úgy, úgy mondt, hogy előtte egy white szembe voltam, ami, ahol nagyon jót szórakoztam, mert egyébként kő... Kö... Tremorsosba, kőgerivel mai napig nagyon szeretek, mert ő egy tipikus olyan ember, hogy meglátom, és elkezdek röhögni. Tehát ő egy ilyen tipikus figura, <laughs> csak hogy így utána belettem dobva a mély vízbe, hogy ott van Claudia, meg ott van Miklós, és akkor így előtte csetenné, néha visszaválaszoltak egy Ilyen like jelet maximum, na nem. <laughs> És akkor ott így hirtelen, így, így, emlékszem, hogy nagyon izgultam, meg lámpalázom volt, meg minden. Viszont most már ugye egy teljes évadot tudhatsz magad mögött, úgyhogy 15 paralaxis Podcastben szerepeltél, ebből 8-ban líderként. Hogy érezted magad? Egyre jobban. Most már nem vagy évad szűz. Igen, igen, nem vagyok, nem vagyok líder szűz, meg nem vagyok élő líder szűz sem, ugye? Mindig van valami új szerintem ez ilyen win-win, mert én abból is ezt uh, szerintem jobb vagyok benne. Adás, adás so sonként ezt így érzem magamon. Meg hát, ezt mondtam neked is, Ádám, hogy én nagyon nyitott vagyok a kritikára, tehát hogyha valami valamit uh, észreveszel rajtam, akkor mindig mondja, hogy mit csináljak jobban. Végül is még nem, nem, vagyok annyira, annyira tapasztalt ember, de szerintem ez, ez jó, megy, meg, meg én is kezdem élvezni. Az az egésznek a titka, hogy le kell azulni mint mindenben. És ugye, amiről már Miklós is beszélt, ugye, hogy bejött ez gyújdonság is, hogy a felvétel streamelni kezdtük a támogatóinknak, úgyhogy a műsorvezetőknek ugye azt is el kellett viselniük, hogy ugye a fülükbe súgjak és beszéljek, miközben műsort vezetnek. Ez egyébként mennyire zavaró géza, kérlek, Vajszín, mert amúgy nagyon érdekes, hogy én mind, amikor Norbival kezdtük ezt, ő volt az első, akivel ezt csináltuk, és utána veled mindkettőtöknél egy kicsit, kicsit tartottam attól, hogy nehézkes lesz, hogy én ugye akkor tudok beszélni hozzátok, amikor valaki más beszél, és emiatt nem nagyon tudtok figyelni arra, amit a másik mond. Ez mennyire zavaró? Hogy, hogy sikerült ezt akceptálni? Ugye ez már szinte profi televíziózási szint, hát ott, ott mondanak, beszélnek a műsorvezetők fülére. Igen, hát ez, ez, ez érdekes volt elsőre, de én én azt kell, hogy mondjam, hogy, hogy féltem tőle, de szerintem jó vettem ezt az akadályt, mert ez a munkámból jön, hogy én, én nekem nagyon sokat kell improvizálnom, és nagyon sokat kell hirtelen, hogyha van egy, van egy tárgyalási helyzet, Rendelkezésemre áll, tényleg egy maréknyi adat, és nekem mondan elő kell adnom, és nagyon professzionálisnak kell tűnnem. És uh, egyébként jó is, mert nagyon sokszor van az, hogy amikor líder vagyok, és ugye fölírok magamnak nagyon sok kérdést, meg mindent egy időt, vagy vagy témába jön, vagy előbb mondja Miklós, vagy valaki, és ez nagyon jó, hogyha ilyenkor kapok a fülembe egy ilyen csírát, hogy akkor kérdezz meg ezt, kérdezz meg azt, kérdezz meg azt. Nagyon jó lehet, viszont van, amikor meg benne vagyunk valamibe, és akkor beszélsz, 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 és akkor oda szólnék, hogy hagyd már abba, de akkor az benne lenne ugye a lájba. Tehát vicces, vicces, vicces. De hát figyelj, most már coming out hát így a nézőknek a Norbi nevében is, hogy minden, minden poént, amit mondtatok, igen, mi minden te igazából ja, én mondok. Igen, kivéve a szarokat, mert azokat, mert azokat ők mondták. Mert azokat, mert azokat a Miki mondta. Ja. ja, igen. Na, és ha már. Miki, ugye vele ennél izgalmasabb dologok történtek, ugyanis nemrég sikeresen habilitáltál, amihez egyrészt szívből gratulálunk, másrészt meg hát mit is jelent ez pontosan, kérlek mondd el röviden azok számára, akik nem jártassak a témában. Ezt próbáltam megfejteni, ugye annak idején azt tanultuk a az iskolában, hogy a homo habilis az azt jelenti, hogy ügyes ember. Most <laughs> akkor hát. De, de most visszatérve, hogy, hogy ez, ez szerintem nem nagyon értelmezhető manapság, hogy ez mit jelent. Tehát annak ellenére... De elmondom, mi ez. Tehát a, a középkorban, a, ami az egyetemi... <laughs> hogy ho, szóval már... <laughs> szóval a középkorban... <laughs> hát akkor a mai műsorok erről fog szólni, úgy érzem. De, <laughs> a de középkor nem létezett, már ilyen. Ez a, ugye? Mondd, ez csak ide tartozik. <laughs> ja, szóval a középkorban, mi vagy volt, vagy nem, de akkor az, ennek volt ami jelentősége, aki ez a Vénia Legendi nevű izé, latin kifejezés jelzi azt, hogy ez annak jár, aki aki ilyent kap, az igazából az egyetemen azt tanít, amit akar. Tehát ott olyan tárgyat hirdet meg, amit akar. ennek egy késői lenyomata a habilitáció, nem tudom. De én inkább úgy, úgy tekintem, hogy ez egyrészt meg kell mutatni, hogy tudsz tanítani, másrészt be kell számolni arról, hogy a doktori Dóta az esetemben eltelt 11 évben mi mindent csináltál. És, és igaz, na nagyon komoly emberekből álló, nagyon komoly bizottság összeül, és akkor pontoznak és akkor most már beírsz a bölcsész tantárgy generálóba egy tantárgyat, és azt elkezdheted tanítani. Vagyis nem Ez nem úgy ténylegesen így van, -e, de tök poén lenne, nem? Tehát, hogyha be, tehén termesztés. Csinálj tantárgyat, Beírom, hogy te, tehén termesztés három speci, most, vajon meghirdethetem? Élet az nem Európa tudom. bolygón, egy. De de jó, majd megnézzük, hogy ez ténylegesen mivel jár. Amúgy igazából a cím, mert lassan örülnek az értem malmai, Tehát ezt a címet én szerintem október-november előtt én nem kapom meg. Hiába született most egy döntés, de. Hát mindegy, ráérős. És akkor ilyenkor kell új személyt csináltatni, hogy benne legyen a hír? Nekem biztos nem, mert én a doktorit, doktort se vettem fel a nevembe. Yeah. Ezek nem ilyen? Ezek Na, nem kötelezők. Csak már két mondatban. Ez miért miért van, Miklós? Ez, van ennek egy publikus oka, hogy ez. Szóval, hogy én, ha ledoktorálnék, én nagyon rohannék az tehát. Hát nem tudom, hát én szerintem az egy cím, nem egy. Tehát a nevem, tehát. Az önmint, mint, hogy, hogy én akkor arra is furcsán néztem volna, hogyha a feleségem fel akarta volna venni a nevemet, de nem vette föl. Anyukám se vette fel az apukám nevét, nem mintha nem házasodtak volna Szóval, hát nem tudom, ez, a doktor ez nekem ugyanilyen. Hát, tehát én nem leszek attól más, hogy, hogy levizsgáztam. Tehát, tehát, tehát az olyan, mintha megszerzed a jogsit, és akkor onnantól kezdve beíratatnád a szemétbe, hogy autós Pécsi Géza. <laughs> Pedig ez nagyon vagány lenne egyébként. És megint nem kérdelek, benne van írva Jaguar Land Rover <laughs> STA a Géza. ez mennyire vagány de, de lenne úgy Persze, lenne. De, de igazatok van, hogy... És hogyha valaki asztalos, akkor azt, az lenne a neve előtt. ebből, a, ebből ebből származnak a vezetéknevek, nem? Az, az, az asztalos Józsinak, ugye? nem ugye. Szóval, ja. Na, de, de, egyébként szerintem ez iszonyatos nagy alázatosságról enged következtetést levonni, mert kevés ilyen emberrel találkozok, aki ezt nem írta bele a személyi be -ébe egyébként. Mert... Hát jó, hát, semmi baj nincs azzal, hogy beíratja valaki, hát itt, itt én nem gondolom, hogy egyetlen egy esetben használtam, amikor felújítás volt nálunk. És akkor kiírtam, hogy kedves lakók, elnézést a zajért, ez meg az, bocsánatot kérek, ha bármi baj van, igyekszünk jó munkás emberekre rászólni, de ha bármi baj van, hívjátok ezt a számot. És akkor mondta a szomszéd néni, hogy, hogy írjam oda, hogy doktor. Majd komolyabban hangzik. És akkor úgy ragasztottam ki a liftről, hogy, hogy izé elnézést a kellemetlen, és egy doktor Vince És, és kezdjétek el, hogy másnap jött egy néni a negyedikről, hogy olvasta, hogy doktor vagyok, és jogi tanácsot szeretnék. Hittem, hogy fáj a háta. <laughs> Hát igen, ez még a jobbik eset, szóval. Amúgy ez vicces, nekem apugám is doktor, de ő mérnök doktor, és ez meg annyira ritka, hogy... És akkor meg tényleg egy repülőn, hogy valaki rosszul lesz, és látják a beszállók eltérdőn, hogy doktor, és akkor egy doktort kérünk a 64. sorba. És ennyit mondasz hogy nekem is. Mert egy abstraktot kell befejezni, és a ládási két perc múlva van. No hát Miklós, milyen a megtiszteltetés, hogy köztünk vagy, és mind a és az évad mind a 20 részében szerepeltél is, hiszen ahogy szokott ebben a 2022-23-as szezonban is 20 rész készült a Parallaxisból, és így lesz ez a következő hetedik évadban is, erre pedig nem kell sokat várni, de hogy mennyit pontosan, azt majd a műsor végén árulom csak el, úgyhogy tartsatok velünk. Annál is inkább, mert egy nagyon izgalmas beszélgetés elé nézünk egy olyan témával kapcsolatban, amiről valójában már sokszor volt szó itt a műsorban. Egy szürreális x részt néztünk meg, a 11. évad negyedik részét, ami magyarul a Verejték elveszett művészete címmel jelent, megjelentse ez bármit is. Az epizód látszólag nem vette magát túl komolyan, a tartalma mondani valója igen csak érdekes témát feszeget, méghozzá a kollektív emlékezet furcsaságairól, a Mandela effektről, és még annál is többről. De hogy tetszett nektek ez a rész? Hát nekem nagyon. Tehát őszintén szólva, ugye a x már volt szó, a Hinni akartunk című epizódban annak idején igencsak kibeszéltük, de de én nekem egy teljesen új dolog volt, hogy ebből a sorozatból is készült ilyen rész, vagy készültek ilyen részek, nem tudom, a, ugye ez már a reboot lehet. Hát nem reboot, ez folytatás, tehát jó, igen, folytata, a még persze, igen. Évan, de azt azért zárójelbe tegyük hozzá, hogy a sorozat a végefele sem vette magát, tehát az ős sorozat sem vette magát. Igazán komolyan százszerzalékot. Igen, a feleségem, a feleségem is ezt mondta, ez majd átkacsítunk a Kalambó podcastra, szóval a, feles, a, feleségem is azt mondta, aki imádta nézni a, a, a régi x hogy, hogy 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 igen, hogy abba voltak ilyenek, és tudom, hogy a, hogy a Stargate-ben is van egy ilyen nevezetes epizód, tudod, amikor a szingularitás fel fog robbanni, tehát hogy van... van a igen, Tehát jön. vannak ezek, de, de én nem tudtam, és, és annyira szűrelés volt tényleg, tényleg én nekem új, új új jellegét mutatta meg az x ebben az epizódban, rohadt vicces volt. Tehát tényleg volt, amikor visítva rögtem rajta, annak ellenére, hogy ahogy mondod, ez egy komoly téma. Tök jó kis rész. Igen, amúgy, amúgy érdekes, tehát az x azt egy iszonyatosan ilyen szerteágazó témákat feldolgozó dolog, tehát az ősembertől kezdve a... Nagy lábig. földön kívülieken át legutóbbi ilyen x élményem ezen a részen kívül az volt, amikor ugye van egy rész, ami, ami azt a parabola, vagy hát nem tudom, az, az, az valami valamilyen űrteleszkóp, ami valahol a Dél-Amerikában van, és betonból van kibetonozva az a nagyon nagy ilyen tányér. A, a puertorikai Arecibo. Igen, a és hogy azt, azt most nemrég mondták, hogy ez ugye használhatatlan lett, és az is érdekes, igen. hogy ez benne van az x is. És, és hogy ott van az, hogy, hogy, ott lát is, azt hiszem, ott lát egy földön kívül itt a... Az a, egy jó epizód volt, dumáltunk róla. Az, 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 igaz, az, az igaz. nekem nagyon tetszett az epizód, nem mindegy, de ugye most visszatérve ehhez, mondta Ádám az elején, hogy ugye erről már beszéltünk, és így bejutott, be hogy lehet, hogy erről már mi is beszéltünk hárman, csak nem itt ebbe az univerzumba. Ja, nekem is ugyanez volt a benyomásom, hogy ezt már láttam, pedig nem. Még egy dolog, hogy ugye ott van Scully Nekem nagyon tetszett régen skali amikor még kisgyermek voltam, és néztem az X-szaktákat, és azt, azt konstatálnom kellett, hogy nagyon jót tett neki az idő, meg hogy most is jól néz ki amúgy. Beszéljön erről még. Hát mit, mit mondjak? Hát szerintem ez, ez, magáért beszél. Te férfi, van, hogyan segített neked az FBI titkos hát nem tudom, mert ügyeinek. valahogy nem tudom, olyan kisugárzása van ami, ami, szerintem nagyon pozitív nekem, nem. legalábbis. Igen, így van. Így van. Tehát mindig is a, a ugye Segítsetek már, hogy hívják a társát? Kiment Mulder. a fejemből. Na, Mulder. Muldert mindig nagyon szerencsés embernek tartottam. Ugye a Carter doktor volt régen a vészhelyzetben? Nem. Nem? Nem. A David Dukovny, vagy Ducsovny, vagy nem tudom most éppen, hogy kell mondani, ő nem szerepelt a részhez. Nem. nem, a Noah, Noah Weil volt a Carter Dokia. Hú, de figyelj, ez egy Mandela effektus a Géz, ne, Gézánál. Géz A Géz Megtörténik élőben. Tehát konkrétan, erről szól, na, kedves nézőink, ha nem láttátok, erről szól az adás, hogy az emberek full meg vannak győződve, hogy például sorozatokban olyan arcok szerepelnek, akik amúgy nem. És most itt, itt az élő példa, bemutattuk Quod erát Demonstrandum. De annyira nem beszéltünk meg, hogy közben már azon gondolkodtam, hogy ezt hogy vágom ki, tehát, hogy de most már benne marad az adásba. <laughs> Hol ott, mintha igen, ez, ez maga a témánk ma, hogy ezek hogy keletkeznek, ami most Gézával megtörtént. De most komolyan beírom a keresőbe, mert ezt David de Csovni. Igen, igen, ugye Fox Mulder is így járt el, aki meg volt győződve, hogy, a, hogy, a, hogy, az alkonyzónának létezik egy marslakós epizódja, és, és föltúrta az egész internetet, ugyanúgy, hogy most te, meg átnézte az egész VHS a gyűjteményét, aztán végül arra következtetett, hogy az egyetlen megoldás, hogy az egy párhuzamos univerzumból átszüremlett emlék, és ha most kiderül, hogy a vészhelyzetre amúgy castingolták a David Dukovnit, és akkor lehet, hogy egy és egy, és egy univerzumban ő lett a Carter doktor, akkor azért, akkor, azért ott vé, akkor most így végigfutna, hogy kép zavar, végigfutna a libabőr a hátamon. Kedves, kedves hallgatók hátán is biztos végigfut a libabőr, és azon gondolkodnak, hogy végighallgatták azt az unalmas, nagyon hosszú bevezetőt, és, és végre, végre van valami izgalom, van valami reality, valami dráma. Tehát a középkorban... Ó, basszus, halljátok. Ez nagyon kemény. Hát ez, ez, most, ez, most, ez, ez, most, ez most komolyan. Ez, ez live adásban lejátszott, velem. Tehát Véletlen, ez Véletlen? A... És most, és most ez nagyon vicces, mert emlékszel, amikor az űrviharnál ugye te Fullmást gondoltál a szereplőre, és a Claudiával mondtuk, hogy ez, az nem. Jó, 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 majd, el ne felejtsem, hogyha írom a kísérő cikket. csobnít meg a Randolph mentor. Mellé rakjuk. Na mindegy. oké. Okay. Ikertornyok rovatunk. Oké. Okay. Na, és éppen ezt akartam kérdezni, hogy ti már találkoztatok-e saját életetekben ezzel a Mandela effektel, hogy, hogy bebizonyosodott, hogy teljesen máshogy, de tényleg esküdni mertetek volna rá. És aztán... Szerintem ugorjunk Miklósra akkor. Hát ugye Géza most mutatta be. Tehát, hogy ugye azt hiszem most géza már megkapja Igen. a gázsiát. Na most ugye. Nálam, nálam, ugye az van, hogy, hogy ugye nehezített pálya, mert én eleve összekeverem az embereket, mint tudjátok. Tehát, hogy ugye az nekem ugye az okozta korábban a problémát, hogy, hogy megértsem, a hogy Melyik a, a Géza, melyik a Norbi. Egyrészt, ugye? Másrészt meg, másrészt meg, amikor első osztályosok voltunk, téged is összekevertelek az első hetekben a német Gáborral. Érdekes. Jó, hát új fiú voltam, mert én, én néhány héttel később csatlakoztam az osztályhoz, mint ti. Ha egyáltalán egy osztályba jártunk és ez nem és nem is ez egy Mandela, akarom oh mondani Mengele. De van felvételünk, meg kép fényképeink. Jó, hát azt mondják, hogy de hát azon kis kisgyerekek vannak most. Nekem azt mondják, hogy így néztem ki hat évesen, elhiszem, de tényleg. Most ne... Na, szóval ezek is ugye kreált emlékek. Valójában nem emlékszünk ezekre a dolgoknak, és a nagy részére, hanem arra emlékszünk, hogy újra és újra felidézzük, és akkor ugye folyamatosan átalakulnak az emlékek. Tehát nincs olyan, hogy oké, ez így van, de van egy-kettő kép, ami nagyon-nagyon fixen megvan gyermekkorból mert nekem az van, hogy kevésre emlékszem, de van egy-kettő, ami ilyen iszonyatosan megvan, és lehet, hogy ez nem úgy történt meg, de ogyar, hogy úgy maradt meg a fejemben. Hát ez az, hogy én is azt hiszem, és egy csomószor ilyen szagok, vagy, vagy akármik elő tudnak hívni olyan komplex emlékérzeteket, amiről azt gondolod, hogy, hogy, hogy egészen nexpiziten kötődnek valamihez. Nekem van ilyen, most eszembe jutott pont erről, amit mondtál. Én Ugye Miklós, te ahhoz a branchhoz tartoztál általános iskolába, akik elmentek nyolcosztályosba, hatosztályosba, gimnáziumba, hatosztályosba. Hat, 6 osztályosba. hat, hat Én mégis szentül emlékszem arra, van egy kép előttem, ahogy a ballagási osztályképünkön ott van a Miklós is. De nem lehet ott. Nem, nem, nem. De ha is felidézem magamba a képet, akkor én egyébként szentül hiszem, hogy ő ott volt a ballagásunkon. És erre egyébként évről évre újra és újra mindezt trók után meg tudok lepődni, hogy nem. <laughs> Jaj, Na, de, de egyébként, ugye, ahova már kollektív emlékezett fel, mert ugye maga Mandela-effektus, amit Orbán Szájba emlegettünk, ugye, az ugye onnan kapta a nevét, hogy a részben is elhangzik hogy, a Nelson Mandela-ról sokan meg voltak győződve a 80-as, 90 vagy. években, Freeman. Éve. egyrészt, hogy a maga Morgan Freeman, másrészt, hogy az apartheid idején őt nem csak lecsukták a börtönbe, hanem ki is végezték, vagy valahogy ott meghalt. Ehhez képest ugye persze nem csak, hogy, hogy, hogy nem halt meg, hanem, hanem utána ő lett a dél-afrikai köztársaságnak az apartheid utáni elnöke, meg minden, és 2000-es években halt meg. 2013-ban egyébként. Vagyis én azt hiszem, hogy például biztos ti is hallottátok már, már 5000-szer, hogy, hogy a Ratkó korszakban, ugye a Rákosi korszak idején a, a népesség növekedés elő beindításáról ismert egészségügyi miniszter volt a Ratkó Katalin, talán, vagy Ratkó, és ugye a, a, az a mondás, hogy annak idején minden kórházba ki volt írva nagy plakátokra, hogy lánynak szülni dicsőség, asszonynak kötelesség. Hát ezt a dumát, ha én nem hallottam emberek, húsz 20 független embertől, hogy ez ki volt írva, hogy ez minden rendelőben ki volt írva, mint egy jelmondat a falra, akkor egyszer se hallottam. Most ehhez képest, én semmiféle bizonyítékot nem tudtam, arra. lehet, hogy ez a mondat elhangzott, de hogy nem volt kiírva plakátok formájában minden rendelőbe, az hétszántség, mert egy csomó fortepan képet, meg minden ilyesmit átnéztem a témába, de és, és egy ilyetnek sem se sikerült a nyomára akadnom. Tehát, hogyha valamelyik hallgatónk tud ilyenről, ilyen képről, vagy videóról, vagy konkrétan tud egy múzeumot, ahol ki van állítva egy ilyen tábla, ami állítólag mindenhol ott volt, akkor az, 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 küldje már be, mert nekem meggyőződésem, hogy ez is egy ilyen mandala effektus, hasonlóan ahhoz, hogy mindenki emlékszik a rendszerváltás környékén, illetve a rendszerváltás után, hogy a Gorenje turizmus idején, amikor végre kimeltek a magyarok Bécsbe, hogy ott ki voltak írva az ajtokra, hogy magyar ne lopj. Ugye ez egy ilyen közmondásszerű, íze, idézgetjük is gyakran. Most ehhez képest ez is egy olyan dolog, ami, ami persze, hogy a közbeszéd szintjén megvan, de hogy konkrétan például egy fényképet erről én még nem láttam, az, 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 tény. És ettől még lehet, hogy igaz, csak simán benne van ebbe is a Mandela -fektus. Szerintem egyébként Ratko Anna, de azért nem mernék rá megesküdni. Ja, igazad van. Persze. Ez, látod, nálam is bejátszik a Mandela -fektus. Igen. Igazad van, természetesen. Köszi a korrekció. Mit gondoltok ennek a egy kicsit, nem is az ellenkezőjéről, de erről a bizonyos vakuemlékről, és ugye mi szívesen emlegetjük vakuámléként, legalábbis a mi generációnk a kacsamesék megszakítását. Hát most kacsameséket mondtad, ami megszakadt, ez, én még akkor ezt már egyszer átbeszéltük, hogy én akkor nagyon kicsi voltam, tehát ez nem nagyon jött át, viszont ami nekem nagyon beragadt, ez is egy érdekes dolog, és ez ugye ez megint csak ilyen vakú emlék, tehát ez a 9-11, Én a mai napig nagyon-nagyon emlékszem arra a napra, tehát emlékszem, hogy a, otthon ültünk, és a ismerősünk jött, aki a szódát hozta mindig, és akkor jött be, hogy tehát hallottátok a híreket, hogy mi történt Amerikában, és akkor fatalom is mondja, hogy de mi, 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 kapcsoljátok már be a tévét, hát ezért terrorcselek, mi volt Amerikában, és valahogy az olyan szinten ilyen, bekapcsoljátok a tévét, mindenhol azt szólt, hogy neki ment az ikertónyoknak a repülős, stb. stb. stb nekem ez, ez, volt az, ami ilyen meghatározó. És egyébként, ha már ö, kollektív emlékezet furcsaságai, meg Mandela effektus, meg vaku emlék, akkor azért Deja is behoznám, mert hát erről vagy így ugyanebben a felállásban beszéltünk már, vagy egy akkora Deja volt, mint a nyavaja. Mert hogy akkor térjünk erre a részére rá a dolognak, hogy, hogy ugye azért mondjuk átszűrődő dolgok egy párhuzamos dimenzióból, vagy ehhez uh -huh. hasonló, ami ugye az X-szaktákban is pedzegetik, bár ott ez, a, ez egy ilyen közröhely tárgya, ez az elmélet, de hát a multiverzum elméletben, meg ebben a, ebben a bármi lehetséges világban és világfelfogásban, miért ne lehetne egyfajta ilyen, vagy, 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 vagy jelenek ö, eltérülései, hiszen, hiszen, ha azt feltételezzük, hogy minden, minden hogyan megtörtént, akkor gyakorlatilag ilyen mikromásodpercenként ágazik el az idővonal. Éppen veszek el levegőt, nem veszek el levegőt, ide nyúlok, oda nyúlok, mindennek ezer milliárd változata lehet. Hát igen. Szóval igazából az az érdekes kérdés, hogy ezek hogy lehetnek egymással kölcsönhatásban. Van az, amiről beszélgettünk sokat, és egy azért van szerintem vu-d, mert volt egy ilyen a lepke álmodik engemet című adásunk, még a csabás csabás felállásban szerintem. Attól függetlenül lehet, hogy így is volt. <laughs> Na, de a lényeg, hogy, hogy, hogy az van, hogy, hogy a világnak van egy megjósolhatatlan eleme. Quantum mechanikában belül nem tudjuk megjósolni, hogy mondjuk ez az elektron itt vagy itt fog felbukkanni, hanem csak bizonyos valószínűségekkel tudjuk előre jelezni, hogy itt lesz, hogy itt lesz, de az, hogy konkrétan melyik jön, az úgy tűnik, hogy a világ egy alaptulajdonsága. Nem az, hogy mérési pontatlanság, hanem hogy a világ ilyen. Ugye ez az, ami az Einsteinnek nem tetszett, és azt mondta, hogy a jó Isten nem kockázik, szerinte. Mert ez tényleg olyan, mint egy dobókockával dobnád ki. És akkor egyik lehetőség az, hogy elfogadjuk, hogy hát ez ilyen, ilyen a világ, kész, random faktor. A másik lehetőség az, hogy igazából minden kockadobás megvalósul egyszerre, Persze az továbbra is random, hogy miért pont abban élünk mi, amelyikben. De hogy például elképzelhető, hogy itt az elektron átmentett ezen a lyukon is, meg ezen a lyukon is, hát át is ment ezen is. Ezen csak éppen minden döntési lehetőségnél, ahogy mondod, ami nem egy tudatos ember döntési lehetősége, hanem az összes lehetőség, ami a részecskék világában van. Tehát, hogy tehát minden tényleg fizikailag kiszámolható mennyiségű csilliónyi lehetőség megvalósul. És akkor, és akkor mi van? Hát akkor van egy ilyen tényleg szerteágazóan végtelen faként jellemezhető párhuzamos világokból álló valami. Na most viszont ennek nem illene, szerintem kölcsönhatnia ezeknek. Tehát én szerintem ez egy másik értelemben vett multiverzum, mint amit mondjuk az interstellárban látunk, ahol az van, hogy ilyen párhuzamos bránok, hogy micsodák vannak, egymás mellett létező, de valamely N plusz egyedik térdimenzióban elkülönülő világból üzenget az egyik lény a másiknak. Ez egy másik, szerintem az én értelmezésemben ez egy másik értelemben vett multiverzum, mint az ez a lehetőségek multiverzuma, és szerintem ez a kettő ez nem feltétlenül azonos, mert nem látom okát, hogy ez a kettő ez ugyanaz a dolog legyen. És most nekem is deja van, mert annak idején is ezen pörögtünk, hogy amikor párhuzamos világokról beszélünk, akkor most melyike, melyikre gondolunk. És, és viszont, hogyha meg ez a fajta, akkor, akkor nem tudom, hogy hogyan interferálhat egymással a kettő. Tehát, hogy a két egymást kizáró lehetőség, mert egyik világban fejed dobsz, a másikban meg írást. Akkor hogy szüremlik át, hogy kicsit úgy emlékszel, hogy mégis fejed dobtál? De, de szóval nem, én ezt, ne, ezt, nem tudom, hogy itt mire gondolhatott a költő. Nekem ez kettő hozzáfűzni való lenne. Az egyik, az id idő, az egy eléggé furcsa dolog, mert ugye hogy értelmezik ezek a páro, ezeket a párhuzamos univerzumokat? Minden ugyanabban az időben van, vagy van idő átlódás? Tehát a párhuzamos univerzumban, ugye és ez a Deja vu, azt feltérezett bizonyítani, hogy egy másik univerzumban az már megtörtént, amit mm. megtörtént, tehát ott előbbre jár az az univerzum. És ugye ez ez megint csak olyan, mint az interstellárban, ami van, tehát, hogy ott egy későbbi jelenből üzen vissza a lányának a ember. Ezután tehát emiatt. Igen. Mm -hmm. Viszont hogyha pedig, ugye most kollektív emlékezetről beszélgetünk, tehát akkor minden ugyanúgy folyik tovább, de máshogy emlékezel, tehát ezen van egy kicsit ilyen elcsúszási lehetőség, ami eszembe jutott, miközben beszéltél, hogy én régen egyszer álmodtam olyat, hogy magamat láttam fiatalon. Ez nagyon érdekes volt. Bementem egy szobába, és saját magamat láttam fiatalon. Ez na nagyon érdekes volt, és ezen gondolkoztam, hogy mennyire gáz voltam, mert miket csináltam meg. Ez, ez, nagyon érdekes élmény volt, azóta sem volt még ilyen élményem. Plusz a másik, ami eszembe jutott, hogy már kollektív emlékezett meg, hogy mi történt, meg mi nem, meg hogy látszik, hogy én is azt hittem, hogy Carter doktorra ducsovni volt, hogy a Biblia. Ez alapján él nagyon-nagyon sok ember, és most gondold el, hogyha akkor még mindezt csak írásba tudták átadni, tehát mondjuk egy Ugye, amikor Mózes szétválasztotta a Vörös-tengert, és átkeltek. Tehát most ezt is ugye mondják, hogy ez nem így történt, hanem olyan részén keltek át a Vörös-tengernek, ahol amúgy is mocsaras volt, és ott át tudtak menni. Tehát mi az, hogyha itt mindenki emlékszik, hogy de szétválasztott, de szétválasztott, és közben meg full nem úgy történt az egész. És mindez más is. És mondjuk, hogyha mondjuk alapból Jézus csodatételeire, meg mindegyik, minden ilyenre gondolunk. Tehát szerintem ez is elég, elég érdekes, hogy mi hogy történetet. Csak hogyha már -e behozzam ezt a vallást, mert ugye ez is volt. Igen, hogy... Jó, jó, hogy mondod, hogy, hogy ugye itt szó, szóbeli emlékekről van szó, mert hogy, mert hogy valóban esetenként évszázadok teltek el a között, hogy ezt leírják. Meg nem is történt meg egy korszak a középkor, ugye, amikor... <laughs> hát persze ez, 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 ugye áltudomány, de, de valójában igen. Tehát ez is egy jó példája annak, hogy, hogy amúgy simán elképzelhető lenne, hogy nem is a középkorban, mert az ahhoz túl közel van, de hogy mondjuk az egyik másik bibliai korszak az például full fikció legyen. Például az Artúr király most. A biblia, a biblia az, egy, az egy hot topic, vagy ez egy érzékeny téma, mert sokan kötődünk, kötődünk hozzá tulajdonképpen. Még akkor is, ha tudjuk, hogy a biblia nem történelemkönyves, nem is úgy kell olvasni, meg nem is az a lényege. Na de, 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 de például az Artúr király vagy a Mátyás király mond kör, vagy az, tehát hogy tehát az Artúr király nevű fickó az a angol történészek számottevő része szerint, szerintem többsége szerint nem létezett. Tehát, hogy ez egy fiktív, fiktív karakter. Az, az egész kemelott, meg minden, nézze, ez, ez, ez teljes, teljes mértékben simán lehet, hogy egy költött dolog. Mert a középkorban ez egy létező műfő, műfaj volt, hogy költsünk magunknak olyan őstörténetet, ami ami eléggé impozáns. Ugye nyilván egy későbbi uralkodó megrendelésére rittyen valaki egy jól hangzó nemzeti őstörténetet, nem baj, hogyha valahogy kötődik a valósághoz, de nem, nem volt az egy ilyen feltétlenül tényszerű műfaj, mint ahogy ma gondoljuk a történészeti kutatást, vagy ilyesmi, tehát hogy, hogy, hogy nem volt az, és... Na, és, és lépte nyomon megvan, és ugye, amit mondtam, ez a ratkó Anna féle duma, az a vicc, hogy, hogy ezek a toposzok megvannak a történeteinkben, mind a mai napig, de nyilván minél mélyebbre nézünk vissza, annál több ilyen furcsaság van. Hogy például az, hogy most nyilván van, van olyan ember, aki azt gondolja, hogy a Mátyás király tényleg árruhában járt az emberek között, mert például a kisfiam tuti, hogy így gondolja, és imádja a Mátyás királyos meséket, de valószínűleg bármely történész amúgy kör, Ö, körbe röhögné, <laughs> és például meg ér Mátyás királyt koronázták meg a Duna jegén? Na ez is egy ilyen dolog, hogy nyilván nem. A az is egy ilyen sztori, sztori hogy a Duna jegén választották meg. meg hogy izé, ugye, hát így éneklik, hogy, hogy háromszor repült a korona az égbe, háromszor is szállt az Mátyás szép fejére. Amúgy az nyilván nem maga a koronázás volt, mert akkor is megvolt a szabály, hogy hol, kinek, milyen körülmények között, melyik templomban, melyik érseknek, melyik városban kell megejteni a koronázást, tehát ezt nem lehetett csak úgy a Duna de igen, tehát vannak ezek a vagy a, a Dugovics Titus nevű fickó levetette magát egy, egy, egy zászlóval. És ugye gyönyörű festmények vannak, amik bejégnek beégnek a tudatunkba, és akkor kreálunk valami képet, valami narratívát, és hát egy csomószor az van, hogyha visszautaznánk egy időgéppel, akkor alig, hanem nagyon meglepődnék. É, most még, még egy ilyet hallottam, ugye ez, én nagyon sokáig úgy tudtam, hogy a déli harangszó az a Nándor-fehérvári diadal miatt uh -huh. van. De a déli harangozást, ezt egy vatikáni zsinat után rendelték el egész Európában egyébként. Én nem értek ehhez. A, azt tudom, hogy hogy a nándor fehérvári diadallal azért szokták a harangozást összehozni, mert én tényleg úgy tudom, hogy akkoriban volt egy egy pápai dekrétum még a harc előtt egyébként, hogy imádkozzanak ja. a, délben, és hogy erre hívta fel a figyelmet egész Európában a harangszó, tehát hogy hogy azt már a diadal előtt bevezették. Tehát mindegy, a jó ég tudja. De mindegy, lehet, akkor ez összejött ez a kettő dolog. Igen. Igen, de ezek inkább urban legends kategóriák, mint a kollektív emlékezet furcsasága. Meg a mindenki, ki, mindenki kedvenc Széchenyi idézete, ami sose hangzott el. Ugyanez a kategória. minden nemzetnek olyan kormánya van, ami nőt megérdemel. Sose mondta. Sehol. Biztos találkoztatok már olyannal, hogy néztetek olyannal a filmet, vagy egy sorozatot, aki, aki úgy a közbeni beszédből lejött, hogy ő mintha nem is pontosan azt a műsort nézni, amit ti. Cseketjtő teljesen mást tízik. szűr le. Igen, tehát, hogy egy picit nem, nem lehet, hogy ez vagy az, amit a, a kriminalisztika is mond, hogy hogy a tanú kihallgatások során, hogy megtörténik a bűneset, és ha egy percen belül megkérdezed a tanút, is teljesen más fog mondani, mint a valóság, aztán megkérdezed egy óra múlva, is teljesen más fog mondani, mint a valóság, meg mint amit ö, egy órával ezelőtt mondott, és ö, nem kell hozzá szándékosság. Tehát nem lehet, hogy a kollektív emlékezet furcsaságait, azt amúgy a saját agyunkba kell keresni. Tehát azért, mert tehát én biztosan nem keverném össze Carter doktor David Gyukovnyival, mint ez gáz lenne, de az én fejemben teljesen elkülönülve él ez a két karakter, a két színész, ez a két ember. Ö, Gézánál jó. nem. Igen. Igen. Tömörítési módszer. hogy tömörít a te agyad, és a te agyad sose tömörítene úgy, hogy ezt a két embert egyenlővé teszi, mert neked tök más kategóriába esik ez a két ember, Viszont gondolj bele, hogy ha ő azt mondja, hogy ja, ez az a csávó, akit onnan ismerek, azzal egyszerűsít egy csomó adatot, onnantól nem kell tárolni azt a fejében. Yeah. Viszont yeah. az alapján megpróbálja rekonstruálni az egész jelenetet, és akkor már úgy rekonstruálja, hogy a Carter doktort képzeli bele az x minden. mindent. Tehát ez igazából az, hogy. hogy, hogy vannak ilyen prekoncepcióink, amik alapján tömörítjük azt a rengeteg információt, és mi mindig újra alkotjuk a képet. Tehát mi nem megjegyzünk egy képet, meg akkor is ha azt mondod, hogy nagyon élesen emlékszem erre, hanem annak még nagyon-nagyon radikálisan letömörített verzióját újraalkotjuk nagyon hasonlóan, mint hogy mostani mesterséges intelligencia programoknak te le tudod írni szavakkal, hogy miről kérsz egy rajzot, és akkor ő a szavak alapján csinál egy rajzot. Tehát akkor az általad bevitt alig néhány byte -nyi információ alapján ő, ő valahogy valamilyen adat, tanult, letárolt adatokból, korrelációkból, meg mit tudom én mikből, legenerál egy, egy gigabájtnyi képet. Ami még az is lehet, hogy tényleg hasonlít arra, amit te gondoltál. Tehát az agy az egy nagyon-nagyon radikálisan tömörítő rendszer, és szerintem így történik ez, hogy igazából, amikor én azt mondom, hogy az első gyerekkori emlékem, ez tény, hogy, 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 hogy fekszem a kiságyban, és nem tudom, hogy sárgaságon volt, vagy mi a franc, ezt tényleg majd megkérdezem a szüleimet, de, de hogy az tuti, hogy a, hogy a fölött egy kék színű izzó volt. És ha most olyan baba korból amúgy nem lehetne emlékem elvileg tankönyv szerint, de most, ha becsukom a szemem, akkor tökéletesen látom azt is, hogy milyen volt a lámpabúra, hogy nézett ki az izzó, milyen foltok voltak az izzón, de szinte biztos vagyok benne, hogy ezt mindig újra és újra legenerálom ezt a képet. És nem igazából emlékszem rá. Egyébként Géza esetében például lehet az egy kiindulópont és magyarázat, amiért ezt a, igazából a két sorozatban, vagy a két sorozat két szereplőjét keverted össze, mert azért te nagyon kicsi voltál, de mi emlékszünk rá, hogy azért azt nem felejtsük el, hogy hétfőn volt az egyesen az x kedden pedig a vészhelyzet, és ez egy meghatározó ö, időszaka volt, a még nem kereskedelmi televízi... tehát a kereskedelmi televíziózás előtti a magyar televízióban látható, de a 90-es évek a rendszerváltás utáni produkcióknak Friderikusó, vészhelyzet, x és emiatt egyébként például simán, simán lehetséges ez. Amúgy tök jó volt, amikor kiderült, hogy nem, mert én már meggyőztem magam, hogy az nekem egy ilyen fék, izé Mandela effektus generált emlék volt, hogy a Neil Armstrong ott volt a Friedrichus showban, mert a Neil Armstrongról közismert volt, hogy soha nem ment el sehova. De ott volt. De ott volt, igen. Csak én létbizonytalanságban éltem sok tíz évig, aztán most a Friedrichus kirakta a YouTube csatornájára az archív anyagok között, és tényleg ott volt. De tényleg, én már inverse alattál? Mandela effektus. Igen, igen, hallottam, hogy azért, mert hogy barlangász volt a gyereke, és akkor a szeretett volna valami magyar barlangokba leereszkedni, és a Friedrichus Valahogy segített neki engedélyekhez hozzájutni, és ezért tett egy kivételt, és bejött a magyar televízióba. Holott amerikai tévékben, a 90-es években már egyáltalán, tehát már rég visszavonult a Neil Armstrong, tehát ez kb. a 80-es évek óta nem szerepeltő tévében sehol. És, és mivel ezt tudtam, ezért meggyőztem magam, hogy nyilván a Mandela-effektus áldozata lehettem, és hát kis hülye gyerek voltam, biztos nem volt ott a Neil Armstrong. És aztán kiderült, hogy de. Szóval ilyen is van. Ez nagyon érdekes volt, amit mondtál Miklós a tömörítésre, hogy nektek nem volt ilyen, hogy én amikor egyetemen nagyon sok, tehát hirtelen rövid idő alatt nagyon sok lexikális anyagot kellett megtanulnom, akkor volt olyan, hogy este lefekvés előtt visszajöttek ilyen régi hülye kis mondókák, meg kis dolgok a fejemben, hm. meg ilyen, ilyen hülye adatok. Hm. És ez, ez először fura volt, és utána rájöttem, hogy ezeket az agyam visszahoz, és dobja ki, mert utána azóta sem emlékszek egyikre se akkor emlékeztem, visszahozta, de tényleg le tudtam dúdolni de régi... még, még, utoljára megmutatta neked, mielőtt Igen, végleg kidottam. Tehát, mint hogyha, mint hogyha így, így visszahozta volna az archívból, egyszer így, és akkor volt, hogy így fél napig egy ilyen, mit tudom, régi mondókat mondogattam, és utána azóta... De figyelj, nem, nem az mutta. van, hogy Azért nem jött vissza azóta, mert azóta se tanultál olyan intenzíven? az is lehet, hogy ezt azt hozná ki belőle. Igen, mert, lehet, hogy, mert most erre egy analóg példa, hogy nekem tökéletes mentális térkép van a fejemben a hetedik kerületről, a buli negyedről, legalábbis annak a 15 évvel ezelőtti állapotáról, de az kizárólag akkor lehet előhívni, hogyha részeg vagyok. Tehát, hogy amúgy nem tudom, hogy mi hol van, de, de tény, hogyha, vagy nem, nem de mondjuk minimum be vagyok csicsentve, tehát akkor valahogy átáll át, át áll egy olyan üzemmódban, amikor hirtelen hozzáférsz azokhoz, és akkor hirtelen tudom, hogy és itt elfordulsz balra, ott van egy korsba, és akkor csodálkozom, hogy én ezt honnan tudom? A Miklósnak te... nagyon sok olyan tudása van, ami fogalmazunk, hogy csentve tör a felszínre. De, de ezt úgy mondod, mintha én valami rendszeres alkoholfogyasztó lennék. Nem, nem, semmi. Igen, ez de... te, amúgy te mondtad úgy. Amúgy igen, igen, igen. Úgy ne, nem, pont azt akartam mondani, hogy, hogy pont mivel nem rendszeres, ezért meglepődök, amikor néha olyan állapotba kerülök, amiben már nem voltam mondjuk öt éve, és akkor előjön az a tudás, amiről nem gondoltam, hogy ez így működik. Tehát, hogy... De, most most, most ez való, de amúgy ez valódi tudás minden esetben? Hát, ugye? Mert hogy ez egy kicsit olyan, amikor azt mondjuk, hogy jaj, hát nem nagyon beszélek angolul, de amikor részeg vagyok, akkor forsom a szót angolul. És hát valójában azért az... Ez egy nagyon jó kérdés. Mert uh, ugye oda találunk valahogy helyekre, és akkor ugye én úgy érzem, hogy megerősítést érzek, hogy ja, hát ez az a hely, de hát közben lehet, hogy igen, tehát ez. ez... Csak hogyha 20 évvel ezelőtti térképet van a buli negyedről, akkor... Lehet, hogy van ott valami idő, hogy már nem az a kocsma, az biztos. Ez, ez már szinte száz Na jó, de hol itt a kollektivitás? Tehát, oké, okay, Géza rosszul emlékszik, hogy ki a <gül> <gül> David Gyukovnyi. Én rosszul emlékszem, hogy nyolcadikban nem együtt Te Dózsa csak... László rosszul, ja, bocsánat. Ja, igen. Dózsa László rosszul emlékszik, hogy Pesti srác volt-e. És akkor, akkor hol van ebből a kollektivitás? Hol van az igazi Mandela-effektus? Hát a ratkó korszakban. Na jó, nem, de hogy miért van? Tehát az a nagy kérdés, hogy ezek a dolgok, amikre megmer, meg És mert. És ugye egy internet előtti dolog, tehát még csak azt sem tudjuk mondani, hogy a fake news korában teljesen az emberek befolyásolása. Szerintem attól Mandela-effektus, attól Mandela-effektus, hogy ezt nem egy ember gondolja így, hanem többen. Tehát hogy ez le van írva. Igen, hogy ezt de sokan hogy ez hogy alakul ki? ki? Mert ez, ez lenne a közvetett bizonyíték a Mulder szerint a párhuzamos Szerintem, szerintem megkérdezni sok ember, de a tudja, hogy sokan azt mondanák, hogy ez a vészhelyzetben is volt. Ez, az a baj, hogy ezt szerintem nem kutatták, tehát ez ilyen szociológiai. Kérem, kérem minden kommentelőnket, mi? hogy ír, van. írjátok meg, hogy te úgy gondoljátok, hogy Carter doktor volt David Dukovnyi. Vagy krumpli, vagy mi? Ja, igen. Emlékszem, hogy én óvodás voltam, és a kóstdon nőttem fel, és ott az óda mellett volt egy posta és kim voltunk óvodások. Biztos, hogy Kosdon nőttél fel? <laughs> Igen. És, és, ott emlékszem, kirabolták a Kosdi postát. És ezt mi végignéztük az óvodából. A kisgyerekek, és ott álltunk a, az, 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 óvoda kerítése szélén, és emlékszem, hogy jött egy mercedes az emberke, és nem volt rajta rendszám. A rendszem fönn volt a, a, szélvédőn, és le, ledöntötte a bács, és emlékszem, hogy bement, még integettünk is neki, és pisztoly volt az embernél. Bement a postára, majd kijött egy húsz percen belül, tényleg ilyen postás zsákokkal, bedobta az autóba, és elhajtott. És aznap rendőrök is jöttek hozzánk az óvodába, vallomást tettünk. És egyébként ez nagyon érdekes lehet, hogy hogyha most ezt megkérdezném azoktól az emberektől, akik ott álltak mellettem. Ahogy ah, emlékeznének mm -hmm. Igen. hogy... Vagy hogy milyen volt az autó, vagy hogy milyen volt a rendszer. Én azt gondolom, hogy vigyázz, hogy miket mondasz, Géza, mert, mert hamarosan beidéznek a Portik ügyben is, vagy Boros Tamás meggyilkolásával kapcsolatban, esetleg olajszőkítési ügyek. Ja. Lehet, hogy valószínűleg sokat tud. Lehet, hogy Le láttál javadásra. mindent. Lehet, lehet. Egy ilyen néni, emlékszem, hogy amikor volt ennek az évfordulója, valahogy egy ilyen kor, szányra kapott egy ilyen napilap hír, még valamikor az 1800 1850-es évekből, amiben egy idős néni el, sőt, nem bocsánat, már a 20. század elejéről, de egy nagyon idős néni, aki, aki elmesélte akkor, hogy ő világosan emlékszik, hogy napfogyatkozás volt akkor, amikor 1849. Ö, október 6-án kivégezték az aradi vértanukat. Az persze elég könnyű ellenőrizni, hogy baromira nem volt napfogyatkozás akkor, és akkor, na, és akkor, de, de, hogy oké, okay, de mi lehetett a valóság magja? És akkor mi azt gondolkodtunk, gondolkodtunk, hogy mi a túró, és aztán kiderült, hogy ezer, ha jól emlékszem, azt hoztuk ki, hogy 1858. március 15-én volt egy teljes napfogyatkozás, ami a tíz éves évfordulója volt nem az aradi vértanúknak, hanem a forradalom kitörésének, és akkor az emberek valahogy ugye akkor még, még simán ment a, izé, a Bach korszak, meg minden, tehát tök, tök depis, depis volt a hangulat, meg minden, tehát nyilván mindenkinek erről a dátumról is többek közt a kivégzett tábornokok jutottak eszükbe, és akkor valahogy még eltelt még ezután néhány évtized, és a néni a szentül, szentül emlékezett, amikor nyilatkozta 1910-20-on valamennyiben, amikor már nagyon öreg volt, hogy de ő emlékszik, hogy az nap, amikor kivégezték. Az, és simán összekapcsolja az ember ezeket egybe. És, és ő tényleg letenné a nagy esküt nyilván, mert ő maga ezt az emléket ebben a... A formában hívta elő már az elmúlt húsz évben 5000 szer. De mi nem emlékszünk rosszul, tehát még mindig hiányzik nekem az igazi kollektivitás, hogy Igen, hogy, hogy nem tud nem ez így hatni emberekre. Hát, mert hogyha hasonló gondol, ez azért mondtam példának, mert nyilván nem a néni volt az egyetlen, aki ezt így összekapcsolta, hanem hasonlóan összepárosítja az agy. Szomorúság, sötétség, napfogyatkozás, kivégzett tábornokok, évforduló, az a nap, mint... tehát egy kicsit erőltetett, tudom, de. De... Igen, de most én még mindig azt mondom, hogy kollektív, tehát, hogy sokan, ugye Mandelát is elég sokan ismerték, és sokan gondolták, hogy meghalt. De ugye ez a x részben is azért ott, ott, nem nagy tömegekről van szó, tehát ott a Mulderről, meg a scully van szó. Jó, de ez a Shazam, amit előhoznak, emlegetnek, ez például egy ilyen ikonikus példája ennek. És hát ugye ez az érdekes. Vagy, vagy, ugye a másik ilyen emlegetett példa, itt a Paralaxisban is emlegettem már, hogy az emberek többsége leteszi a nagy esküt, hogy a monopoli figurának, annak a bácsinak van egy monoklia. Nincs monoklia. Soha nem is volt. ugye? Nincs. Soha nem is volt. Miért gondolja mégis mindenki azt, hogy, vagy van? Mert, mert, mert olyan a karakter, hogy szinte automatikusan beinterpolálod, mert egy ilyen, ilyen ölt kemény, öltönyös, nagy öltönyös. darab, kemény karapos bajszos bácsinak szinte illik, hogy legyen egy monoklia. Nem említettünk meg az X-Akták része említ, az a kolgét lazanya tulajdonképpen. Tehát nem, <túrg> la, nem, nem lazanya ízű fokrém, hanem a kolgét mint cég, hogy hogy ilyen élelmiszer ipari dolgokban is nyomult, és hát igazából ez sem bizonyított, van ugyan fénykép, meg minden. De, de, kiderül, hogy a fénykép sem igazi, hanem valaki újra legyártotta, és Berlinben ki van állítva egy múzeumban, de az sem az igazi. Tehát, hogy... é, hát, tulajdonképpen igen, tehát, hogy minden valószínűséggel azért ez sosem létezett, úgyhogy volt ugyan hasonló próbálkozása, de a, mármint a, a, a Colgate-nek, de nem, nem, jött ez így össze. Deep, deepfake. De igen, ez egy. Tehát, hogy ugye szerintem a Monopoly és Bácsi mentén lehet felfejteni ezt a dolgot. Az talán még jobb példa, mint az aradi vértanús napfogyatkozás. Vagy by the way, a Krisztus halálakor leírt teljes napfogyatkozás, ami szintén csillagászati képtelenség tekintve, hogy a zsidó húsvét ott a teliholthoz kell hangolni, viszont teliholthoz baromira, teliholdkor baromira nincs nap Jó, és, és, Jézus születésekor ugye... A... Petlem, az, az, az bonyi, az egy másik sztori. azt mondják, hogy ez a szuper robban. Hát vagy együttállás, vagy, de mindegy, szóval ez egy nagyon, nagy, az is egy külön téma. De, de csak annyi, hogy van, hogy ahhoz jár egy égi jel, mert ez egy olyan komoly esemény, hogy jár hozzá egy égi jel, összemosod, mint a nédi, néni az aradi vértanúkat, holott a két között tíz év telt el. Ö, aztán ugye, vagy itt a monopolis, ahhoz a bácsihoz illik egy ilyen. Vagy a, vagy a Nelson Mandela. Hát azért nem volt egy ritka dolog, hogy egy ilyen felkelőt lecsukjanak és kivégezzenek, hogyha nem, nem is konkrétan a Mandélát, de akár az apartheid rendszerben az el, előfordult endarab emberrel, vagy, vagy gondoljunk akár Nagy Imrére, vagy így, tehát hogy hány ilyen sztorin mehetett keresztül az olvasó, és akkor me, úgymond mesterséges helyett természetes inter, intelligencia módjára, azt a befejezést extrapolálta, hogy persze itt egy szabadságharcos fickó, akit az elnyomó rendszer lecsukott, nyilván ki fogják végezni, mint ahogy a Nagy Imrét is kivégezték aztán. Meg így. Tehát, hogy, hogy, hogy ugye nyilván ez történik, vagy a stálin féle endarab koncepciós perben. Itt kapta fa, történet van, és ezért aztán tulajdonképpen azért juthat mindenkinek az eszébe az, hogy ja, hát nyilván, nyilván a mondalát is, ki Mandalát is kivégezték, mert hát ugye... A azt tudtátok, hogy Sztálinnak a kedvenc kajái, azok a magyar kaják voltak. hát, <síthat> fun fact, én nem tudtam. Csak, csak, az, nem ezer röhögök amúgy, hanem a, az átkötés. Hogy <síthat> 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 És van erre bizonyíték? Tehát elméletileg akárhányszor. Hát elméletileg. Hát elméletileg Carter doktor is David Gyukovnyi volt. Nekem bizonyítékkel nem ígéret. De például, például a Miklósnak van egy, van egy vaku emléke, vagy nem is vakuemléke, egy, egy ilyen kollektív emlékezete egy reklámról, amire bár úgy gondolom, hogy én is emlékszem, de... Ja, tényleg, a Trabantos? Lehet, hogy sosem létezik. Igen, vagy, vagy nem az fecskés volt, vagy valami ilyesmi? Te lehet, hogy az is. Te több ilyen is van. Az egyik, amire így, így emlékszem, és azóta se láttam, az az, hogy egy Trabantal mennek egy bútoráruházba, és a feleség összeveszik a férjel, hogy most mit kéne beszerezni, és akkor azt mondják, hogy jó, akkor elvállunk és akkor nem elválnak, hanem ketté nyílik a Trabant, és a Trabant egyik oldala elmegy az út egyik fals felén levő bútoráruházó, vagy nem tudom milyen áruházó, másik felem megy a másik oldalhoz. És akkor beszerzik a dolgokat, és akkor ennek az antitézise a nem tudom milyen bót, ahol nem kell elválni, mert ott mindent be lehet szerezni egyszerre. Mert az egy oh. ko ko korabeli hiper ahol minden kapható. Egy skálo. Na például, nem tudom, hogy mit reklámozott, de mivel Trabant őrült voltam, ezért ez így megragadt, hogy hú, az az a reklám, amiben ketté válik a Trabant. Ráadásul én valami fecskésre emlékszem, szóval. Hát ez tényleg fura. De fél lehet, hogy olyan is van. De arra emlékszel, hogy a két év vagy egy évvel fölöttünk járta a Kriszti, a, a nevű lánya a, suliba, aki az Ági volt a Blendamed reklámban. Igen, igen, igen. Akinek nem a jók a fogaid Laci, hanem létezett az egy gyerek változatban is, és ő is beleharapott az almába, vagy nem. Ha? Igen. De, igen. amúgy ez a kinder csak is gyerek is érdekes. Hmm. Vele mi az érdekes? Azon túl, hogy a gyárja kisfiú volt egészen tavaly előttig. Igen, ez az érdekes, hogy ugye az a gyerek, amikor azt hiszem, hogy nagyon sokáig volt a... De egyébként azokat cserélgetik, x időnként cserélgetik, most nem ugyanazra ugyanaz Igen, rajta. Csak mindegyik ugyanúgy néz ki, ki de nem mindegy, most már nem, most már, nem, most már figyelnek hát ezt erre. erre. hogy mindegyik ugyanúgy néz ki. Hát, most már nem, most már nem, most már vannak barna gyerekek például, de, de a kinder csak én mindig szőkeljük, kékszemű német kisgyerekek voltak, gyönyörű mosolyal. Pont úgy néztek ki, hogy ő is rárakadta volna egy plakátra. Jézusom. Hát, na, szóval de amúgy de Na, nem nem kessz, szóval, a... Megszól, megszólalt a vágó. Emlékszem, emlékszem arra, amúgy ez nem fog ide tartozni, de a kindercsokiról eszembe jutott, hogy amikor régen készültem az iskolába, akkor amíg öltöztem, nagyon mindig a, a, nem tudom, reggeli krónikát hallgattam, vagy valamit, és ott volt egy reklámblokk, és minden reggel lement a kindercsoki reklámja, de állandóan azt mondják, hogy kinder hm. Nem tudtam rájönni, hogy mi az, hogy kinder csaki, Úgyhogy hát erről ennyit. Hát, de lehet, hogy nem így volt, lehet, hogy csak én gondolom így. De könyörgöm, ha valaki bármire emlékszik a hallgatóink közül, amit itt most elmondtuk, akkor elősítsenek meg minket, mert lehet, hogy egyébként nincs is emlékezetünk, meg nincs semmink, hanem ebben a pillanatban Igen. hoztak létre azért, hogy most ezt a műsort megcsináljam, és csak én létezem, ti meg nem is csak az én agyam szüleményei vagytok. Igen, és most eszembe jutottak kettő dolgot, az egyik az, rádióban, mondjuk mindegyik rádióban ment, ha emlékeztek, a Nationale Nederlanden. A holland biztosító. Az életbiztosító. tudja, hogy azt mondta. Nem, a holland, holland biztos. biztos. biztosító. Biztos. te egy alternatív valóságban biztos. De figyelj, lehet, hogy mind a kettő létezett. Lehet, hogy a régebbi verzióban azt mondták. Mint ahogy egyébként a dolgoknak a neve is változik, ennek aztán végképp semmi köze semmihez, de én emlékszem, hogy a régen... Ugye... De aztán ING lett, és most ennek. Ja, hát főleg, de nem az, hanem ugyanannak a kiejtése. Például labo laborat Laboratoire Garnier Paris, aztán ugye az lett volna, hogy Laboratoire Garnier Paris napjainkban, vagy nem tudom, mikor már, már, tíz éve nem néztem tévét kábé de legutóbb, amikor néztem, azt mondták, hogy Garnier. Igen, most már úgy hívják. Garnier. Mert hogy, ugye, ugyanez, aztán ugye van az a, a Szenzodüne per Szenzodine, ugye, ezek. Tehát vannak a dolgok, amik igazából tök mindegy, hogy hogy kell kiejteni. Ja, hogy a fél ország azt hiszi, hogy az osánt, azt úgy kell mondani, hogy Ocean. De, de való, valójában tök mindegy, hogy hogy kell kimondani, csak a lényeg az, mert látod, megváltoz, a cég az nem hiúskodik, hogy most Garnier vagy Garnier. Csináltak nyilván egy, egy közvéleménykutatást, hogy a nép az hogy érti jobban, hogy mit kell venni, és kijött, hogy, 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 hogy a Garnier az nehézséget okoz, gondolom, és akkor összeült a kreatív csapat, és azt mondják, hogy hagyjuk a francba a, izét, a büszkeséget, a profit maximalizálás az első, úgyhogy Magyarországon ezt a terméket holnaptól Garniernek fogjuk hívni. Kész. És egyébként engem kiröhögtek, amikor elmentem anyukámnak cigarettát venni, és akkor még nem voltak olyan törvények, tehát adtak nekem, uh, nem én szívtam el, uh, és akkor én palmolt kértem, és háromszor visszakérdeztek, hogy mit. Palmolt? Nem, mint kiderült, ők palmelt akartak akar venni. Tudod, sörhas, <laughs> pelmel pizza hát. A káros. És a, uh, a kinyer ma játék és a 10 percben. Hát az e azt nem mondta, hogy az nem létezett. De létezett. Ez ez létezett. Ez, 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 és most ez, 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 újra, újra, napig létezik van. Létezik, nem, nem igen. létezett, de most újra lesz. Vagy uh -huh. van már. Na, majd a Szabó Olvastam a, a <laughs> Szabó család. Igen. Na, és így a végén már csak néhány-néhány percünk van, de azért így legemlékezetesebb jelenetek ebből az epizódból, ami legjobban tetszettek, amit a legjobban visítottatok. Géza, te bármit mondasz, már nem hiszem el, de azért mondd, hogy te mire emlékszel. Hát figyelj, ö, nagyon zavaros volt szerintem ez a, ez a rész, nagyon sok minden elhangzott. Ö, én elvesztem a szkáli szemeibe, szóval én csak ennyit mondanék. Egy feminista csoport most már amúgy föl fog minket nyomni, azt tudod. <laughs> Igen, mikor? Hát miért? miért? Hát elveszett a szemében. Hát, de egy nagyon intelligens szám. Na, szóval, hogy. Mert ha azt mondta volna, hogy elveszett a, mit tudom én, de, a, de hát a személy most a szemében. Hát én, én, én meg a Mulder szemében vesztem el. Na, így jó, így jó a balansz. Na, de amúgy most várjál, most visszatérve, tehát az angol címe, hogy most a, a, ez a verejték. Tehát, Nem tudom, hogy mi volt az angol címe. Hát ez az elején azt mondtad. Keressetek rá. De, a magyarult, ez de magyarult. Magyar. Tudom, ez de egy magyar... Ezt a nyelvet úgy hívják, hogy... Valami magyar. shoulder sweat, vagy nem <suk> tudom én mi. Vagy forehead sweat. mi milyen jó, hogy egy de másfél perccel a műsor végé előtt elkezdünk beszélgetni az epizódról. De Igen, semmi mondjátok, csak gyugodtan. Teljesen kimaxoljuk az évadzáról. Úgy benne van az a, harma, az, az a harmadik emberke, amit úgy állítanak be, hogy végül is ő is benne volt az x főcímében, amikor k nem volt benne, de ez is olyan, hogy elgondolkozol, hogy így azt most, most, tényleg benne volt, csak... Meg ezek a különbségek, hogy az igazságod át van kérdőjellel. És igen. akkor... És, és, én úgy sem, sokan voltak, hogy oké, okay, visszatették a kazettát, és megnézték az eredeti x amit a tévébe vették fel, hogy tényleg ilyen volt-e, vagy sem. És kiderült, hogy sem. Vagyis, hogy nem ilyen volt, hanem direkt beletrolkodtak például a főcímbe, fő meg minden izé. Tehát ha megnézitek, tele van ilyen easter Igen, igen, egész. igen, igen. Ilyen apró különbségekkel. Hát én visítva röhögtem például azon, amikor amikor ilyet szól, a, ilyet szól a Mulder az egyik random csávónak, hogy, hogy, hogy te jössz itt nekem az összeesküvés elméletekről? Én már akkor összeesküvés elméleteket göngyölítettem föl, amikor te még azt se tudtad, mi az a chemtrail. <gül> <gül> meg ilyenek... Fox Mulder vagyok! Igen. Mulder! <laughs> Igen, meg ezek akkora, akkora gegek vannak ebben, hogy ez hihetetlen. Vagy amikor, a... ez is milyen, amikor, amikor visszaemlékszik a saját gyerekkorára, és akkor ott van egy ilyen kisgyerek egy felnőtt Mulder fejjel. Készen volt. Ja, igen, igen, igen. És néztem akkor, hogy ezt kirendezte, ez mi, kit szabadítottak rá. Ezt tudod, mi jut eszembe? Emlékszük az... még meg a végén, amikor megkapják a választ mindenre, és ő meg elkezd a, fetreng, a Földön fetrengve hisztizni. De egyébként az egész megjelenítés módjáról nekem az a film jutott eszembe, aminek ugye az a címe, hogy a, a, hogy a, John, a John Malkovich Menet. Emlékeztek ti arra a filmre? Nem. Én nem én tudom, igen. hogy az. Ott van az abszurditásnak ilyen szintje, mint amit ez a rész hozott. Uh, ja, Spike Jones-nak a rendezőt. Gyorsan megnéztem. De ez szerintem egy marha érdekes, vicces film, és hát uh, tulajdonképpen ez kicsit olyan hangulatot hozott nekem ez a rész. A Scully meg a Mulder, ők összejönnek az eredeti, ezért be is, ugye? Igen, gyerekük is születik. Jó, oké. Okay. Akkor Aki erre a végül. Azért eztem. nem feltétlenül a gyerekük, de van ott egy sok kavarás azzal a William-mel kapcsolatban. William de minden esetre izgalmas és jó, és ez a rész mindenképpen egy felügyülés, és talán azért is érdekes, mert nem kell azért annyira a régi részeket ismerni hozzá, csak magát, a feelinget és a hangulatot, hogy az ember jól <laughs> Bocsánat, csak eszembe jutott még egy. Na mondjad. <laughs> hát... Amikor ez az azok nevű doktor, és akkor kiderül, hogy ő, hogy ő például annyira át tudta mosni az, az űrhajósok agyát, hogy csimpánzoknak képzelték magukat. És akkor mutatják azt, tudod, a hem meg az én osz, az a két csimpánz, akikkel a, Mer a Merkuri űrhajókat tesztelték egy annak idején. És <laughs> Óriási. Ezt még újra fogom nézni. Magyarul nézted egyébként gondolom angolul néztette. Én magyarul néztem, mert azt mondtátok, hogy... hogy igen, magyarul. Hogy úgy tudom, Szerintem, úgy hogy a főcím, az újra főcímnél is volt főcímfelolvasás, magyar hangon. Meg amúgy a videótékában is magyarul találtam meg. Egyébként most nem akarok neki reklámot csinálni, de ha jól láttam, akkor a Disney Plus-ra felkerültek az eddigi évadok is. Igen, nem, úgy nem ott úgy néztem én is én is ott néztem. Na jó, hát srácok, akkor fájdalommal megtört szívvel fogom lezárni ezt a mai adást, ha nincs más. Kézem maradt még benned valami tévedés, amit most szeretnél tisztára most. <laughs> Nagyon sok maradt, de nem akarom ezzel untatni. Figyelj, <laughs> hát, hát, hogy nyári, ennek nyári, ennek szünetben, nyári, szünetben nyári szünetbe ezt így me, me, ja. megoldjuk. Úgyhogy, ja, igen, ö, úgy... az, hogy az soha nem hangzik el, hogy Luke, én vagyok az apád. Igen, és azt sem, hogy sugároz fel, sem. Sem. Én úgy tudom, hogy a Beam Up Scotty az nem hangzik el valójában soha a Star Trekben, hm. de az egy másik műsor, és hát most én. nem erre készültem. Na. Nem, nem, nem. nem tudtad. Én nekem. Tudod, sem, ilyen én. bedugok egy ilyen másik. A lyuk kártyát ide a fejembe. Írjátok meg a kedvenc Mandela effektus-szerű emléketeket, ja, amiről mindenképp. kiderül, hogy nincs, hogy olyan, és ha a Trabantos reklámostól tudjátok, hogy mi, Léci azt is küldjétek el. Ratkókorszakos páblát. Vagy a fecskésről, amiről nem mondtunk semmit. Ja, mint ez a srác, akit meg elvitték az ufók, és bevallotta nekünk kommentbe. És vagy egy fényképet arról, hogy ja igen, hogy, hogy lánynak szülni asszonynak kötelessége, hogy ki volt írva minden, minden folyosóra a kórházakban. Ez mi volt? Mi van? Hát majd visszahallgatod az adást, és akkor... Igen. Ez ebben Mert... a műsorban volt? I igen, ebben van. volt, ja. Ha nem csalnak az emlékeim, vagy igen? Vink-vink. Hát ja. új paralax és a legközelebb augusztus 17-én jelentkezünk majd, amikor is I. ismét magyart küldünk az űrbe, akkor ugyanis a Hunar Magyar űrhajós Programról beszélgetünk majd ám addig sem maradtok tudományos és fantasztikus élmények nélkül, ugyanis július 31-én hétfőn 17 és 19 óra között élőben lesz Parallax is a Youtube-on. Úgy van, ugye? Horbi Miklós és Áron vár, vár, majd titeket. A Men in Black első részének kitárgyalásával. Augusztus 3-án csütörtökön pedig Mészga Aladár több mint 50 éves különös kalandjairól szól majd a diskurzus egy különleges műsorvezetői felállásban a White Sam külön kiadásában. De az x témát is folytatjuk, ugyanis 1993. szeptember 10-én lesz 30 éve, hogy bemutatták a sorozatot, így az augusztus 14-én jelentkező 16. Vájtszemben a legendás Misztikus sorozat egészéről fog majd értekezni Géza, Áron és Attila. Ivanics Rigál, Claudia Barkóczi, Norbi, Pécsi, Géza, Vince Miklós és valamennyi munkatársam nevében szeretném megköszönni az egész évados figyelmet. További kellemes podcast hallgatást kívánok mindenkinek, és ne felejtjetek, ez a formátum annyira tökéletes, hogy kép sem kell hozzá. Sziasztok! Sziasztok! Nem volt elég a tudományból és a fantasztikumból? Olvasd a parallaxis.emtv.hu, lájkold like a Facebook oldalunkat, nézd a YouTube csatornánkat, és hallgassd a Szokol a Tilos Rádióban. A Tudományos Újságírók Klubja és a Tudományos ismeretterjesztő Társulat által a Juhari Zsuzsanna díj külön díjával jutalmazott blog podcastjét az MD Media készítette. Kreatív producer Horváth Ádám Tamás. Hamarosan jön a következő rész.